Június végén azt ígértük, hogy augusztus végén, szeptember elején jelentkezünk, most be is váltjuk az ígéretünket. Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a háttér, és köszöntöm a stúdió vendégeit, akik június 30-án voltak itt nálunk háttérben, a Ceglédi Szakképzési Centrumtól, dr. Ferenczi Norbert kancellárt és Buncsák Gábor főigazgatót. Uraim, köszönöm szépen, hogy eljöttek és elfogadták a meghívást. Mi is köszönjük a lehetőséget. Hát akkor beszéljünk először, én arra kérem önöket egy kicsit az elmúlt 2-3 hónapról. Túl vagyunk egy hosszú, forró nyáron, hogy ez most mennyire volt hosszú, mire volt elég, és akkor karbantartások. Igen, hát a nyár kifejezetten a karbantartások időszaka. Két nagyobb, mondhatjuk, beruházást céloztunk meg, ami a szeptember hónapba is bele fog csúszni, az egyik egy nagyon picit csak, a másik pedig talán egy hetet. Ahogy talán emlékeznek rá a kedves televízió nézők, de az ott dolgozók, hogy a diákok egészen biztosan, az Ungvárinak az egyik mosdóblokkját megújítottuk, a másik mosdóblokk marad erre az időszakra, még néhány nap és befejeződik. A közgazdasági szakközépiskolánál pedig az a helyzet, hogy üvegcsontú gyermeket fogadunk, ami nagy öröm a számunkra, de mindenféleképpen kihívást jelent. Ez azt jelenti, hogy kerekesszékkel érkezik hozzánk. Igen, és egy akadálymentesítésen vagyunk tulajdonképpen túl, az utolsó simítások vannak hátra, egy hosszú rámpát építettünk a hátsó udvarra, illetve egy akadálymentes mosdót kellett kialakítani az ő terméhez nagyon közel, illetve azokat az informatika termeket, amiket ő fog használni, azt ajtó tekintetében egy picit meg kellett szélesíteni, és így abszolút felkészülten tudjuk már várni, és nagyon büszke vagyunk, hogy ezt így megtudtuk, büszkék vagyunk, hogy ezt így meg tudtuk oldani. Közgazdaságban egyébként egy új informatika termet is föl kellett szerelnünk. Ez azért is fontos nekünk, mert ugye a szakképzés 4.0-as stratégia kapcsán fontos célkitűzésünk az, hogy a modernizálással haladjunk. Minden évben igyekszünk minden iskolában ennek megfelelni, és minden évben egy-egy számítógép termet cserélni, de mivel itt informatikai iskoláról van szó, ezért most a nyarat is megragadtuk arra, hogy egy informatika termet teljes mértékben újjá teremtsünk. Hozzáfűzni való ehhez még? Annyi hozzáfűzni való van még, hogy több iskolánkban teljes lámpatest csere történt a nyár folyamán. Egy úgynevezett fényes okos iskola programban részesült a Ceglédi Szakképzési Centrum is. Ennek keretében minden ceglédi tagintézményünkben teljesen megújult LED világítással várjuk vissza a tanulóinkat. A malomtéri épületen külső szemlélődő láthatja, látszik felújítás. Ez is a karbantartás része? Ez is egyfajta karbantartás, igen, de örömmel számolhatok be arról, hogy egy nagyobb beruházás előtt is vagyunk ebben az évben a Malomtéren. Akik esetleg a református iskolának abban az időszakában abban az épületben jártak, a ceglédiek közül, tudják, hogy hátul van egy tornaterem. És annak a tornateremnek lesz egy funkcióváltó átalakítása most. Egy túlmutat a karbantartás. Így van. Az egy nagyon rossz állapotban lévő épület, már gyakorlatilag egyik nyílászárója sincs már megfelelő állapotban. A mosdók, az öltözők gyakorlatilag használhatatlanok. Úgyhogy a régi ebédlőszárnyban korábban kialakított sportterem megmaradt, tehát a sportfunkcióját ilyen módon nem veszíti el az épület teljes mértékben. A ceglédiek tudják, hogy kettlebell oktatás folyik ott javarészt, de a fő hajója annak az épületnek, illetve az az oldalhajója, ahol az öltözők voltak, teljesen megújul, és egy konferenciatermet fogunk elhelyezni néhány munkahelyjel, irattárral, és egy olyan teakonyhával, tálalókonyhával, ami ki tudja ezt a konferenciatermet használni. Ennek az első felvonása fog idén megvalósulni egy nagyobb közbeszerzés keretében. Volt arra lehetőségük nyáron a pedagógusoknak, hogy ingyenesen ússzanak akár kint a Budai úton, akár itt bent, ha jól tudom. Mennyire éltek ezzel a lehetőséggel? Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a nyári szünetben a pedagógusaink az aktív pihenési időszakot minél hatékonyabban tudják kihasználni. Ezt próbáltuk elősegíteni ezzel a lehetőséggel, akár Cegléden, akár Nagykátán, akár Monoron, mindenhol biztosítottuk a helyi úszodában, strandon a belépést bizonyos időszakokban.
Vannak visszajelzéseink, éltek a pedagógusaink ezekkel a lehetőségekkel. Azt is megmondhatjuk őszintén, hogy mi egy picit többre számítottunk, de éppen ezért ezt a lehetőséget nyitva hagyjuk a továbbiakban is, és azt tervezzük, hogy olyan megállapodást fogunk kötni az üzemeltetőkkel, hogy az őszi időszakban is a délutáni órákban biztosítsuk ezt a lehetőséget. Ami az előttünk álló időszakot illeti, készülnek-e különböző forgatókönyvekkel, tehát itt elvileg sajnos kész forgatókönyvek vannak már, hiszen olyan időszakot tudunk magunk mögött, amilyet. Iskolák ellátottsága vonatkozásában föltétlenül, tehát most is kiemelten kezeljük a tisztaságot, a fertőtlenítőszerrel való ellátottságot az iskolákban, megerősítettük a takarítói létszámot is több helyen, annak érdekében, hogy a negyedik hullám semmiféleképpen ne gyűrűzhessen az iskolákba, ugyanakkor ezt teljesen kizárni nem lehet. De mi jelenléti oktatásra készülünk, ezen forgatókönyvek mentén haladunk előre, és bízunk benne, hogy hosszú kihagyás után most már tényleg jelenlétiben folytathatják a diákok a munkát. Ennek a jelenléti oktatásnak egy nagyon fontos része az, hogy a 12-18 éves diákok közül minél többen éljenek az oltás lehetőségével, hiszen hogyha fölveszik az oltást diákjaink, akkor a negyedik hullám nem tud begyűrűzni egész egyszerűen az iskolába, legalábbis olyan szinten biztosan nem tud begyűrűzni, hogy vissza kelljen álljunk a digitális oktatásra. Úgyhogy ezúton is biztatom a diákokat és a szüleiket, hogy ezt a lehetőséget, ami most már tényleg nyitva áll minden 12-18 éves diákunk számára, ezt vegyék igénybe. Hogyan próbálják biztosítani azt, hogy maradjon ez a jó és biztató tendencia a tanulók létszámára gondolok? Jó az irány, a számok önöket igazolják. Nagyon büszkék vagyunk az idei beiskolázási számainkra, és különösen büszkék vagyunk, muszáj kiemelnem egy tagintézményt, bár nem szoktam, de ezúttal muszáj kiemelnem a BEM ceglédi tagintézményünket, ahol 258 új 9-es fogja megkezdeni holnap a tanulmányait, a szakközépiskolás tanulmányait. Ez egy hatalmas szám, már-már a 2000-es évek elejét idéző szám, és nagyon rég találkoztunk ilyen számmal a BEM esetében. Ez egyértelmű visszaigazás számunkra, hogy az az irány, amit elkezdtünk 5-6 évvel ezelőtt, az mindenképpen jó. Az ipari szakképesítések kezdik visszanyerni azt a presztisüket, ami miatt a tanulók szívesen választják ezeket a szakképesítéseket. Ezt az irányt mi folytatni fogjuk, ezúton is gratulálok a tagintézmény minden dolgozójának, hogy ezt a teljesítményt sikerült elérni, és nagyon reménykedünk benne, hogy jövőre még komolyabb létszámot tudunk majd felmutatni. Illetve hála Istennek van mit kiszolgálnunk, ugyanis a fejlődés töretlen az ipar tekintetében, Cegléden és környékén is egyre több munkaerőigény érkezik hozzánk is a kamarán keresztül, de a konkrét gazdasági szereplőkön keresztül is, és gyakorlatilag ezeket az igényeket szolgáljuk ki azzal, hogy már a gyakorlatra megpróbáljuk becsatornázni ezeket a tanulókat ezekhez, nyilván a kamara együttműködésével, ezekhez a gazdasági szereplőkhöz. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez az együttműködés töretlen maradjon. Itt a nyáron megcéloztunk egy ágazati képzőközpont, ott egy gazdasági társaság formájában. Ez azt jelenteni a közeljövőben, vagy legalább középtávon, hogy egy közös gazdasági társaság vállalja át a gyakorlati képzést. De olyan örömhíreket kaptunk már most szeptemberben, hogy a legtöbb gyermekünk el tud helyezkedni, tanulónk el tud helyezkedni konkrét gazdasági szereplőnél, tehát nem kell egy másikat csinálnunk azért, hogy a gyakorlati képzéseken részt tudjanak venni. Azt gondolom, hogy ez megint egy örömhír, és a ceglédi gazdasági potenciált igazolja. Igen, akkor az ágazati képzőközpontról már beszéltünk, de még beszélnünk kell az akkreditált vizsgaközpont létrehozásáról. A vizsgaközpontot létrehoztuk, a centrum keretében a vizsgaközpont megkezdte a működését, az akkreditációs folyamat az, amiben tartunk, ami most zajlik. Komoly eredményeket sikerült elérni a nyáron ebben az irányban. Ott tartunk, hogy ha minden jól megy, akkor a dokumentumok október 1-jére elkészülnek, ezeket a dokumentumokat továbbíthatjuk az illetékes hatóságok felé,
és ha minden jól megy, minden a megfelelő forgatókönyv szerint történik, akkor 2022 elején a vizsgaközpont elnyeri az akkreditációját. Ez azt eredményezheti, hogy a 2022 tavaszi vizsgaidőszakban már bizonyos vizsgákat az akkreditált vizsgaközponton keresztül tudunk lebonyolítani. Jó kezekbe került egyébként a vizsgaközpont. Egy ceglédi általános iskola korábbi igazgatóhelyettesét, Csomor Petronellát neveztük ki ennek az intézményegységnek az élén. Uraim, városképpen még annyit, hogy ha itt majd beszélgetünk, és ugye terveink szerint majd beszélgetni fogunk fél évkor is, amikor január végén, február elején, mivel lennének elégedettek, miről szeretnének akkor beszámolni? Hát mindenképpen azt tervezzük kancellár úrral közösen, hogy minden egyes tagintézményünk esetében egy konkrét fejlesztési tervet vázolunk föl magunk elé az elkövetkezendő időszakban, lépésről lépésre, komoly szakértők bevonásával, hogy tudjuk pontosan azt, hogy mikor melyik tagintézményünknél mi kerülhet sorra. Emellett pedig hát mindenképpen azt szeretnénk elmondani februárban, hogy jelenléti oktatásban tartunk még mindig. Ez egy nagyon fontos kitétele lesz a 2021-22-es tanévnek, és aztán pedig meglátjuk, hogy éppen milyen aktualitások lesznek még mérvadóak. A jelenléti oktatást én is szeretném kiemelni, hogyha szabad ennyit ismételni, és az oltásnak a feltétlen szükségszerűségét is, úgy a tanulók, úgy a szülők részéről. Én azt gondolom, hogy fejlesztések vonatkozásában eddig is tartottuk azt a tempót, amiről már főigazgató úr beszélt. Én annak örülnék a legjobb, hogyha Malom téren át tudnánk adni ezt a bizonyos tornateremből kialakuló konferenciatermet, és minden intézményünk zökkenőmentesen venni a jelenléti oktatásra való beállást. Arra kértem az igazgatókat, hogy most ugye a nyár után és egy távolléti oktatás után azért elég hosszú idő után először érkeznek az épületbe úgy, hogy mindent át kell tekinteni. Ahogy főigazgató úr is elmondta, mindenütt lecserélték a lámpatesteket, ezek óhatatlanul járhattak olyan balesetekkel, hogy elfúrtak valamit, valami nem oda került vissza, valahol pótolni kell valamit, ezeket most roham tempóban meg kell oldani, és mindennek működnie kell folyamatosan. Működő szakképzést szeretnénk, és még egy fokkal feljebb lépett szakképzést szeretnénk a következő évben. És azért még egy fontos dolog, amit már említett itt kancellár úr, és erre még azért szánjunk végezetül időt, oltakozás és annak fontossága. Ahogy említettem, minden azon múlik, hogy mennyire tudjuk a diákság irányába azt sugározni, hogy az oltás az, ami megoldást jelenthet a COVID ellen. Azt kérem még egyszer nyomatékosan, hogy minél többen vegyék fel az oltást, az oltás rendelkezésre áll, a lehetőség biztosított. Ha teljesen nyugodtan COVID-mentes tanévet szeretnénk elérni, akkor ennek az egyértelmű lehetősége, hogy az oltást minél többen fölveszik. Kancellár úr csatlakozik, mondom. Természetesen. Az intézmények és a szakképzési centrum sem lesz gátja annak, hogy jelenléti oktatásban folytassuk. Mindenféleképpen ezt szeretnénk, de a szülők meg a diákok nélkül, egyfajta belátás nélkül ez nem fog menni. Ugye a vírusról tudjuk, hogy azokban a közegekben terjed, ahol sűrű érintkezés van, ahol intenzív jelenlét van, ahol egymáshoz érhetnek a gyerekek, ahol muszáj együtt dolgozniuk. Egy tanterem kifejezetten ilyen, de egy tanműhely is kifejezetten ilyen. És nyilván haza is viszik. Ezt szerintem a szülőknek nem kell elmondani, hogyha megbetegszünk otthon, legtöbb esetben az iskolából hozzák haza a bacillusokat, vírusokat. Akadályozzuk meg ezt, és oltakozzunk most már a gyerekek szintjén is. Köszönöm szépen, hogy nálunk jártak, jó munkát kívánok! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen. Kedves nézők, ez volt a Háttér, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!